most az Oscar Wilde-nak a Boldog Herceg című mesekönyvét, azt ugye nem biztos, hogy le kell vennem, meg most zavarba is jöttem, hogy még nem kaptam erre pontos iránymutatást, hogy a könyv mint olyan az, akkor most mit kell vele csinálni? Nagy dilemmában Nagy Levente pécsi könyváros 30 nap múlva lép hatályba a tegnap megjelent kormányrendelet, mely szerint tilos közszemlére tenni olyan gyermekeknek szóló terméket, mely születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést vagy nem változtatást mutat be, öncélúan ábrázolja a szexualitást, vagy homoszexualitást jelenít meg, illetve népszerűsít. Az ilyen termékeket a többitől elkülönítve zárt csomagolásban lehet majd csak forgalmazni, kivéve a nevelési, oktatási, gyermek és ifjúság védelmi intézmények, templomok és más vallásgyakorlásra szolgáló helyek 200 méteres körzetét. Ott ugyanis egyáltalán nem árusíthatnak ilyesmit. Teljesen nevetséges. Ugye eddig is és ezután is azt mondjuk, hogy ez az elfogadott jogszabály nem a gyermekek védelmét szolgálja, hanem a kormány politikai számításának a része. Nyilván ezt a egészen a választásokig napirenden fogják tartani, újabb és újabb ilyen rendeleteket fognak elfogadni. Dombos Tamás a háttértársaság munkatársa. A civil szervezetnél azt mondják, a másfél hónappal ezelőtt elfogadott úgynevezett pedofil törvény, most pedig az ahhoz kapcsolódó rendelet is egyértelműen megbélyegzi az LMBTQ embereket és gyűlöletet szít ellenük. A kormány közeli 21. század intézet politikai elemzője szerint a kormánynak ez egyáltalán nem szándéka. Orbán Viktor maga beszél erről a Kossuth Rádióban hétről hétre, hogy mindenki úgy éri az életét magánemberként, ahogy szeretné, ebbe a kormány nem szeretne beleszólni. Nyári Krisztián irodalomtörténész, író, az egyik legnagyobb könyvkiadó és terjesztő vállalat kreatív igazgatója. Ma telefonon értük el. Mi az, hogy homoszexualitásnak a megjelenítése? Hát az európai irodalom az a homoszexualitás megjelenítésével kezdődik, hiszen Szafó az első ismert lírikus, aki nőkhöz írt verseket, Anakreon számos versében érinti ezt. Nem csak a szép irodalomra gondolunk, hanem mondjuk az ismeretterjesztőre. Hát egy szexuális felvilágosító könyvet a legártatlanabbat sem lehetne akkor forgalomba hozni, hiszen öncélú szexualitás is van benne, mert hát mondjuk a fogamzásgátlás az maga az öncélú szexualitás. Tanulmányozzák a kormányrendeletet és próbálják megérteni, hogy pontosan miként érinti a könyvkereskedelmet, tette hozzá Nyári Krisztián. A kormányzati tájékoztatási központ ma azt közölte híradónkkal, hogy az irodalmi szöveggyűjtemények forgalmazását nem korlátozza a rendelet.